Üdv mindenkinek Tenerife-ről. Egy gyors bejelentkezés. Följöttünk egy elég jó kis étteremhez. Sajnos be van zárva. Nem most zárták be, hanem ennek valami oka volt egy pár évvel ezelőtt. Egy elég nívósnak néz ki. Hát a kilátás azért elég pazar innen. Ezt lehet látni az étterem teraszáról, hogyha az ember ebédel vagy vacsorázik itt. Van az étterem fölött egy ilyen kisebb méretű kilátó. Most oda föl fogunk sétálni, és onnan is megmutatjuk a kilátást nektek. Micsoda véletlen, följöttünk a étterem fölötti kilátóhoz. Innen még pazarabb a kilátás, még messzebb el lehet látni. És egy kódudás hölgy játszik éppen, vagy gyakorol. Az érdekessége így a dolognak, hogy ugye pont Skóciáról ment eddig nekünk a csatornára föltöltött videók többsége. A munkamegosztás történik. Zoli készíti a drón felvételeket. Találtunk egy jó kis kihűlős helyet. Én meg közben iszom a kis frissítőmet. Egy pillanat, mindjárt látjátok. Igen. Én csak ilyen citromos kis, úgymond lónyálat szoktam inni. Zolinak itt van a kis sör. De mindenek előtt a drón felvételt mondtam, hogy csináljon mindenképp a helyről. Ezeket majd összevágom, és hogyha titeket is érdekel, akkor az Ozak Indi Air YouTube csatornán meg tudjátok nézni a teljes felvételt, ide csak részleteket fogok bevágni. Na de nézzük is, hogy Zoli hol drónozik. Látjátok, ugye a tenger a 180 fokba látható, és mögöttünk hegyek vannak, és előbb, ahol fönn voltunk, ahol a Chelsea is kódudán játszott, elég hamiskása. Na mindegy, ott van a kereszt, ott voltunk fönt, és amögött van egy hegy, amit már régóta le akart drónozni, úgyhogy most ma sor kerítettünk rá. Én azért is élvezem, mert elég árnyékos most itt a hely, és én másodfokú égést szenvedtem, mert délben mentünk ki a telekre, és hiába voltam bekenve, akkor is leégtem, de nagyon durván, de csak a jobb oldalamon. A sörtő is megtalálta, jól van. A drón csinálja magának a dolgát, úgyhogy nem kell neki ott vezetés. Ez az előny, hogy egy ember egy minőségi drónt vesz, hogy beálltottam neki egy bizonyos pályát, és most ő szép lassan 360 fokba körül megy a kilátó körül. Egészségetek! Egészségetek! Amúgy ott van a arrafele a reptér, éppen száll le egy repülőt, nem hiszem, hogy látni fogjátok. Tenerife azért megér egy kirándulást. Hát én úgy harmadjára vagyok itt, Zoli meg már nem tudom, anyanyára. De nem, ő negyedjére, csak éppen egyszer itt felejtette magát két hetes nyaralás helyett 3 hónapig. De legalább annak volt eredménye, nem csak így nyaralgatni volt itt. Na jó van. A következő helyről megint bejelentkezünk, itt még egy kicsi utolsó látkép. Jön vissza a drón is éppen. Jön vissza, vagy csak erre jön? Csak erre jön. Akkor a következő helyszínen találkozunk, ha csak nem itt megint bekapcsolom, mint ahogy szoktam. Hogy ne kapcsoltam volna vissza ezen a helyen? Hát mondtam, hogy úgyis mindig találok valami újabb apró részletet. Ez egy olyan növény, amit Zoli nem győz kiírtani a saját telkén, hiszen ezt, hogyha nem száradt még ki ugye a növény, akkor olyan ragacsos a lé, ami benne van, ebből ragasztót szoktak készíteni.
ennek a levéből, nedvéből. Amúgy láttam ezt az úton, ez még virágzott is. Nagyon kis aranyos, jól néz ki, csak hát, hogyha majd valamit akarunk termeszteni a telken, akkor ez nem a legjobb. És még egy apró részlet. Látjátok? Az egész annyira jó, olyan spanyolos hangulat van mindenhol. Persze, tudom, Spanyolországban vagyunk, de itt tényleg annyira átjön, főleg itt fönt ebben a hegyvidéken, a kis falukban jön át a spanyol hangulat lent, ugye a turisták elég rendesen befolyásolják az ottani életet. De ez az elhagyatott kis étterem is annyira adja azt a stílust, ami egész Tenerifén található, így főleg inkább fönt a hegyekben, a kis falukban, hogy ezért érdemes ide utazni. És ráadásul az időjárás is kellemes. Meleg van, de nem az a döglesztő hőség, amitől én rosszul vagyok, és ami miatt én grill csirkévé változok. Egy picit mutatok nektek így a látképből. Itt vannak még ezek nagyobb bacska faluk, amik most láttok, de vannak tényleg olyan pici falucskák, ami tényleg csak az út mentén pár ház. Innen a kilátás elég jó. Amúgy ott messze, hogyha látjátok, azok a fehér hálós dolgok, azok banánfarmok. Banánt termesztenek alatta, és ebből rengeteg van a szigeten. Remélem látható a kacskaringos út. Ad egy hangulatot, bár a szakadék mellett még mindig utálok elszáguldani, de hát ez a anyósülésen utazóknak a sorsa. Ja, a másik legjobb, hogy Zoli nagyon szeret nézelődni. Az én oldalamra állt, de hát ezt is meg kell, hogy szokjam. Ó, nézzétek, csak mutatok nektek felhőt. Jön erre a felhő. Úgy látom. Itt már sétáltam felhőben amúgy. Igaz, elég hideg volt, de tetszett nagyon. A Tejdén múltkor hó is volt, és az egyik ismerős mesélte, hogy motorral fölment. Ugye nagyon beöltözött, de hát majd lefagyott. És amikor jött lefele, akkor bement egy étterembe, hogy igyon egy forró csokit. És a vicc az, hogy ott meg a tipikus ugye, turisták rövidgatja a pólóba sétálgattak, és azt nézték, hogy honnan jött az a didergő ember, aki forró csokit akar inni, hogy átmelegedjen. Tehát a Tejdéről. Ez a különbség, hogyha utazol egy órát, fönt hó van a hegytetőn, lemész, akkor meg strandolhatsz egy szál bikiniben. Nagyon sok mikroklímája van a szigetnek. Egyik helyen hó, másik helyen meg napsütés.